Volt egy kutyám, akit Bobinak hívtak, róla ragasztották rám ezt a nevet. Siófokon születtem, teljesen átlagos családban. Már hamar kiderült gyerekkoromban, hogy tehetséges vagyok a rajzolásban. 7 éves voltam, amikor megnyertem az első Somogy megyei rajzpályázatot. Ez volt az első komolyabb eredménye. Majd jöttek a 90-es évek, miután megtörtént a rendszerváltás. A szüleim elég nehéz helyzetbe kerültek, mint ahogy sok más család is, és teljesen más, hogy értékelem a világot, az anyagi dolgokat, a lelki dolgokat szintén. Kitaláltam, hogy műszerésznek fogok tanulni, hamar rájöttem, hogy soha nem leszek műszerész, és miután elvégeztem az iskolát, semmihez nem értettem, ez arra volt jó. A sorkatonai szolgálat elvégzése után arra jöttem rá, hogy nagyon szeretnék valami olyan dolgot csinálni professzionális szinten, amiben megbecsül az egész társadalom. Hosszasan kutattam, hogy mivel foglalkozhatnék, mire jött a gondolat, hogy amiben jó vagyok, és miután mindig jól rajzoltam, és mindig jelen volt a rajzolás az életemben, ezért eldöntöttem, hogy tetoválni fogok. A sors a legjobb mesterekkel hozott össze, akiktől megtanultam a tetoválást, a festést, és a 2000-es évek második felétől egy nagyon komoly festőművésztől tanultam ezeket a technikákat, akivel együtt dolgoztam hosszú időn keresztül. Sok benzinkúton dolgoztam, több főnököm volt, mint barátnőm, ezt bátran kijelenthetem. Mindenhonnan úgy rúgtak ki, magamtól soha nem távoztam sehonnan. Ez azért volt érdekes időszak, mert rá kellett, hogy jöjjek, hogy alkalmatlan vagyok az alkalmazotti létre, és innentől kezdve elkezdtem olyannal foglalkozni, amiben igazán jó vagyok, és ezt fejleszteni. Főként dekorációs festéssel foglalkoztam, egy nagyon nagy tudású mestertől tanultam meg ezt a technikát, akinek a segítségével rengeteg filmforgatáson fordultunk meg, festettünk Lilára tehenet, Milka filmforgatások alatt, találkoztunk a Nicolas Cage-gel, ahol pestisfoltokat festettünk statisztákra, és ez az időszak nagyon fontos volt a karrieremben, mert rengeteg olyan tapasztalás történt, ami a mai napokban olyan tudást biztosít, hogy olyan rutinból tudok megoldani nehéz feladatokat, ami mások számára rendes kihívás jelent. Ez a sok testfestés rengeteg emberismeretet is hozott a munkám során, mert nem csak a szakmai tudásom fejlődött, hanem maga az emberismeretem, hogy az emberek hogy működnek bizonyos szituációkban. Nagyon érdekes időszakok voltak. A 2010-es évek elejétől annyira szerte ágazódott a munkásságom, hogy a mesterem hatására rájöttem arra, hogy orientálódnom kell egy irányba, amiben még professzionálisabb szinten tudom kamatoztatni az addigi megtanult tudást. Így lett a fő irány a tetoválása, mai napig is ezzel foglalkozom. 2013-ban lehetőséget kaptam Németországban egy tetoválószalonban egy próbahétre. Megtanultam, hogy működnek itt kint a dolgok. Majd megjött az a gondolat, hogy kell, hogy nyissak egy saját üzletet, ahol mindent az én ízlésemnek megfelelően alakítok majd ki. Azt is megértettem, hogy teljesen más irányt kell követnem, mint amit idáig láttam a tetoválószalonokban. A legtöbb hely, ahol dolgoztam, mindig egy sötét lyuk volt. Nekem egy szadista nappalira emlékeztetett ez a hatás, és én nagy mértékben kerültem, sőt a feleségemmel együtt kerültük, mivel ő is időközben megtanult tetoválni, és úgy alakítottuk ki a saját üzletünket, hogy ez teljesen távol essen azoktól a tetoválószalonoktól, amiket az emberek nagyjából tudnak. Ez azért volt nagyon fontos, mert a legtöbb ember az első tetoválással érkezett hozzánk. Igyekeztünk úgy kialakítani az üzletet, hogy hatalmas nagy terek legyenek, ahol mindenki szabadon érezheti magát, és nem bezsúfolva, és a saját festményeinkkel díszítettük fel az üzletet, ami egyáltalán nem jellemző a hétköznapi tetováló üzletekre, inkább egy képgalériára emlékeztet sok embert az üzlet, ami egyben oldja azt a stresszt is, ahogy megérkeznek az emberek, főleg az első tetoválásuk elkészítéséhez. Azért filigrántatónak hívnak minket, mert amikor én elkezdtem itt kint dolgozni Németországban, akkor rengeteg vendég mondta, hogy nagyon filigránul tetoválsz, és én nem értettem először ennek a szónak a jelentését, fogalmam sem volt, hogy mit, de amikor már 10. ember kezdte el mondani, akkor mondom, utána nézek a szótárba, hogy mit jelentett ez a szó, és akkor derült ki, hogy a filigrán az aprólékos, nagyon összetett és precíz a jelentése az ő nyelvezetükben. Nem volt olyan egyszerű azért az élet, hogy most kitaláltuk azt, hogy nyitunk egy saját üzletet, de miután azt gondoltuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, nekiálltuk, csináltuk, és minden akadályt átugrottunk, ami szóba jött, mint akadály. Az első számú akadály a nyelvtudás hiánya, mert ilyen szintű nyelvtudással józan ember nem mondaná azt, hogy egy külföldi országban ilyen sikeresen tud érvényesülni. Mindig megtaláltuk azokat a lehetőségeket, amivel kiküszöböltük a nyelvtudás hiányát,
És így boldogultunk a hivatalokba, ebben nagyon sokat köszönhetek a feleségemnek, meg különféle segítségeknek, de ami nagyon fontos volt, hogy mindig rátaláltunk azokra az emberekre, akik tovább tudtak lökni egy újabb lépcsőfokra. Eljutottunk arra a szintre, hogy már a saját gyerekünk is kinevetett minket a nyelvtudásunk miatt, mivel ő anyanyelvi szinten beszél németül, mert ide járt már óvodában is. Miután elköltöztünk az előző városból, és új helyen kezdtünk új életet. Ő pont akkor kezdett iskolába járni, ez egy nehéz időszak volt, mert rengeteg munkánk lett mindjárt az elején, hogy megnyitottuk az üzletet, és nehéz volt összeegyeztetni az ő iskolában járásával, hogy megfeleljen az ember, mint családapa, mint üzletember szintén. Ez megbonyolította az életünket. Németországban nagyon nagy a konkurencia, most már minden városban van tetoválószalon, nagyon nehéz volt megtalálni azt a várost, ahol tudunk majd érvényesülni, ráadásul úgy, hogy senki nem ismer minket, és úgy nyitunk egy üzletet. És hosszas keresgélés után ráéreztünk arra a városra, ami a legjobb döntés lehet erre az üzletnyitásra. És ez annyira jó döntés volt, hogy az első pillanattól kezdve folyamatosan egyre több munkánk lett, és ez a mai napig ívelődik felfelé ez a tendencia. Zöld út vezetett a mai napig, annyira jól jöttek össze dolgok, mindenre ráéreztünk, hogy hogyan kell döntenünk, de voltak azért a háttérben olyan árnyoldalak, hogy pincébe laktunk egy hónapig gyerekkel, mire áthidaltunk problémákat, de semmi más nem számított, csak az a cél, hogy el fogjuk érni azt a vágyat, amit be fogunk teljesíteni. Már jó néhány éve tetováltam nagyon komoly dolgokat, mire rájöttem, hogy még egy vonalat se tudok normálisan húzni emberi bőrre, és remegett a kezem állandóan. Olyan volt, tök nyugodt voltam, semmi, egy adrenalin szintmérőt rám tettek volna, meg sem mozdult volna, és amint el kellett kezdeni húzni egy vonalat, így elkezdett remegni a kezem, de olyan szinten, hogy már akkor nagyon tapasztalt voltam, nagyon sok munka volt mögöttem, és mégis megjött ez a probléma, nagyon nehéz volt túllépni rajta. Olyan szinten, hogy egyszer azt mondtam magamnak, hogy csináltam pár vonalat az emberre, hogy most fölállok és abba hagyom, nem csinálom tovább. És rendesen önuralmat kellett gyakorolnom, hogy akkor ezt elhessegessem ezt a gondolatot. Majd visszaültem a székre, fölálltam valami festékeket, keresgettem látszólag, visszaültem a székre és elkezdtem folytatni, és onnantól kezdve átlendült valami arra szintre, hogy ma már igazi kontúrmesterré változtam, de ez nem volt mindig így. Nekem az volt a legnagyobb tanulsága itt az elmúlt létnek vagy időszaknak, hogy mindenkinek a saját útját kell követnie, vagy megtalálni egyáltalán, hogy ki miben jó, és utána ezt rendületlenül tovább-tovább vinni, nem szabad az akadályoktól megtorpanni, mert úgyis kisüt a nap, és úgyis minden jóra fordul majd, mint ahogy a népmesékben is.